Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják. Köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Tervek. Szálláshely és ipari park fejlesztés Szerencsen. Helyzetjelentés. Legyen Szerencsen csokoládé fesztivál? Sportolás. Korcsolyázása a Szerencsi hűtőtavon. Szálláshely és ipari park fejlesztés, valamint kerékpárút hálózatba becsatlakozás valósul meg Szerencsen az elkövetkezendő 4 éves ciklusban a Tokaj-Zemplén fejlesztési program keretében. A 150 milliárd forintos összértékű támogatás valóra váltja a térségben élők évszázados törekvéseit, hosszú távon biztosítja a fenntartható fejlődést, növeli a régió népesség megtartó erejét. Megjelent a magyar közlönyben a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programot támogató kormányhatározat. Ennek értelmében a kormány 149,5 milliárd forintot biztosít a programban foglaltak megvalósítására. Váberer György, a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésért felelős kormánybiztossal a Szerencset az elkövetkezendő 4 esztendőben érintő fejlesztésekről kérdeztük. Szerencs úgy gondolom, hogy Tokajnak a kapuja azért, tehát onnan kezdődik, és ugye hozzá is tartozik, mert maga az egy kedvező, hogy ettől a programtól függetlenül is szerintem a legnagyobb nyertese azt gondolom a következő éveknek, mert ez a négysávos autóút, ez el fogja érni Szerencset. Tehát Szerencs gyakorlatilag Budapest vonzás köréhez is sokkal közelebb kerül, meg egy biztonságos közlekedése lesz. Ugye Szerencsen is van egy nagyon szép vár, tehát a várnak a fejlesztését szeretnénk olyan áttenni, hogy még vonzóbb legyen. Ezen kívül a fejlesztési költségekben benne van az ipari parknak a fejlesztése. Tehát, hogy jól tudom, most is az egyik társaság az egy kőzet, gyapot, vagyis ilyen szigetelőanyaggyárat építenek. Tehát azt gondolom, hogy így is ennek az ipari park fejlesztése van még benne. Tehát azt gondolom, hogy a munkaerő szempontjából, az iparosodás szempontjából is Szerencs, annak ugye szintén még régen a cukorgyár, nem tudom, 1000 embert foglalkoztatott a környéken. Tehát sokkal vonzóbbá fog kerülni, hogy infrastruktúrálisan ilyen fejlesztések lesznek. Tavaly, miután megválasztották Váberer Györgyöt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésért felelős kormánybiztosává, akkor találkozott Nyíri Tibor polgármesterrel is, akivel átbeszélték azokat a lehetőségeket a városban, amelyet fejleszteni szeretnének. A város polgármestere hangsúlyozta, hogy szeretnék fejleszteni és európai szintűvé varázsolni a 37-es számú főút mentén eddig elhanyagolt ipari parkot. A felújítással szeretnék vonzóvá tenni a területet a térségben letelepedni kívánó vállalkozóknak. Ha valaki átjön a vasúti sorompón, a Szerencs-Már közötti vasútvonal sorompóján, és balra kint az ipari park felé, akkor nem egy épületes látvány van, mert egy torzó van, ahol a földet összehorták, nyakig érő gaz van, és én azt kértem, hogy a turizmus érdekében is ezt szüntessük meg. Ezt meg csak úgy tudom én, Szerencsváros polgármester a kollégáimmal megoldani, ha azt a földterületet mi birtokoljuk. Erre kértem én pénzt, és erre kaptam ígéretet, és ha jól tudom, ez a fejlesztési, illetve biztosan tudom, hogy ez a fejlesztésbe bekerült, erre való vásárlásra kapunk majd egy bizonyos összeget, hogy azokat a földterületeket Szerencs használja, még egyszer mondom, olyan ipari létesítményeknek a létrehozására, ami mind emissziójában, tehát kibocsátásában, mind küllemében illeszkedik egy borvidéknek a kapujához, amin bejönnek az emberek és kimennek az emberek. A kormánybiztossal folytatott egyeztetésen a polgármester jelezte Váberer Györgynek azt, hogy szeretnék tovább fejleszteni a világörökségi kapuzat és turisztikai fogadóépület mellett kialakított megállóhelyet is, azért, hogy a térségbe érkezőket egy rendezett városkép fogadja.
legyen egy kiegészítő olyan hely, amit érdemes este megnézni. Na, úgy így került a világörökségi kapuzatnál kialakítása a Guinness rekordot is jelentő produkció, amelyet tovább szeretnénk fejleszteni. Azt mondták erre, mert a titkár úrral együtt voltak, hogy hát Szerencs turisztikai pályázatot nyert kettőt is, ezt talán abból kellene megoldani, tehát ott nem remélem, hogy lenne támogatás. Az infrastruktúra fejlesztése mellett egy nagyobb keretösszeg áll majd az érintett önkormányzatok rendelkezésére, szálláshely fejlesztése, hiszen a térségbe érkező turistáknak szükségük van egy kellemes helyre, ahol megpihenhetnek. Támogassák a szállásnak a kialakítását, illetve fejlesztését a várban. Nagy valószínűséggel a hírek szerint ez is menni fog. Az igényesebb esetleg szeretnénk, ha ennek a hotelnek, ami a hátam mögött van, csillagjai is lennének, tehát egy minősített hotel lenne, amihez természetesen szolgáltatások kellenek. Én, amit konkrétan kértem, újabb szálláshelyek kialakítása. Meg is vannak néhány évvel ezelőtt elkészített terveink, de konkrétan a napokban fogok egyeztetni, hogy akkor beadva még egyszer ezeket a célokat, én úgy tudom, hogy egy egyszerűsített eljárással lesz ez jóváhagyva. Ezekre kértem, és ezekre kaptam is biztatást. A kormány határozatban szerepel valamivel több mint 13 milliárd forintos forrás kerékpárút fejlesztése is. Úgy tudjuk, hogy ebből egy körpanoráma kerékpárút is épül a Zempléni hegységben, valamint a Trianon által megszakított összeköttetést Kassa és Tokaj közötti biciklis összeköttetést is megvalósítják. Ebbe a kerékpáros hálózat vérkeringésébe szeretne a város is majd bekapcsolódni. Abban az esetben, ha a Magyarország kormánya nyárra enyhítést jelent be, akkor szerencsén megszervezik az Országos Csokoládé Fesztivált. Azt ki kell emelnünk, hogy ez alkalommal csak egynapos programra készülhetünk, ahol a méltán híres Szerencsi Csokoládé főszerepet kap majd. A világjárvány megjelenéséig augusztus utolsó hétvégéjén minden a csokoládéról és a felhűtlen szórakozásról szólt szerencsén 3 napon keresztül. A tavalyi esztendőben a vírushelyzet miatt nem szervezték meg az Országos Csokoládé Fesztivált szerencsén, hiszen a legfontosabb a helyiek és az ide érkező vendégek egészsége volt. Ezt tartotta szem előtt Szerencsváros önkormányzata is, amikor a bizonytalan tavaszi időszak után a rendezvény elhalasztott. Mellett döntöttek. Idén 2021-ben a megszokottól eltérően, ha a kormány megteszi az enyhítő intézkedéseket, akkor tervezik az egynapos fesztivál megszervezését, ahol az édességgyártás kerül a középpontba, valamint a Szerencsi Csokoládé dicső múltját és szép jövőjét is szeretnék a rendezvényen kihangsúlyozni. Ha meg fogja engedni a járvány, és lehetségessé válik, akkor a nyáron mindenféleképpen szeretnénk egy kisebbet, egy rövidebbet, egy megszervezhető, én egynaposra gondoltam fesztivált, ahol tényleg próbáljuk már ki, hogy a csokoládéjé legyen a főszerep, és most nem a zenéjé. Ez a járvány, ez kínálja ezt a lehetőséget, az én fejembe, az én terveim között ez szerepel, hogy mutassuk meg a szerencsi édességet, mert bizony az úgy működik, ha nem beszélnek róla valamiről, akkor az elveszik. A szerencsi édesség egy érték, nem soká 100 éves fennállását, a gyártásának 100 éves fennállását fogjuk ünnepelni, és hát azért tekintsünk előre, bízunk abban, hogy ebben a vírus és ember versenyfutásában az ember fog győztesen kikerülni, és mi, azaz Szerencsváros közössége, meg mindazok, akik korábban jól érezték magukat, legalábbis egy emlékeztetőt kapnak abból egy rövidebből, ha ezt meg lehet szervezni. Ez egy sokkal szerényebb költségvetésű, sokkal kisebb, rövidebb, ahol még egyszer mondom, terveim szerint inkább az édességgyártás lenne a főszerepben, és aztán nem tudjuk az embereknek a reakcióját is
elég sok családnak a költségvetését megviselte. Ez a rendezvénynek a szaldója erősen ki van szolgáltatva annak, hogy hány résztvevő van. Ingyen nem tudjuk ezt a nagy összeget biztosítani, amellett, hogy a szerencsések ingyen be tudtak jönni, az is belekerült a városnak 15-20 millió forintjába. Most ebben a pillanatban, mivel bizonytalanok az adóbevételek, hiába költségvetést tervezünk, de maga a valóság fogja eldönteni, hogy mennyi pénz fog rendelkezésre állni egy ilyen nagy fesztiválnak a megszervezésére. A polgármester elmondta azt, hogy a képviselő testület kedvező döntése után a háttérben megkezdődhet az idei Országos Csokoládé Fesztivál egynapos programjának a szervezése, hiszen ha megszületik az enyhítésről szóló törvény, akkor már lesz egy kész forgatókönyv a rendezvény megvalósításával kapcsolatban. Természetesen a higiénész szabályok betartása mellett lehet majd részt venni a programokon. A vidékfejlesztési program segítségével Szerencsváros önkormányzata külterületi mezőgazdasági útfelújításokat készített el 83 millió forint értékben. A fejlesztésre a vidékfejlesztési program vidéki térsége kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése című pályázaton elnyert Európai Uniós forrás felhasználásával kerülhetett sor. Szerencsváros önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi utak állapotát és igénybevételét figyelembe véve olyan útszakaszok felújítását helyezték előtérbe, amelyek egyszerre több funkciót is betöltenek, mivel azt nem csak a gazdálkodók, hanem a lakosok szélesebb köre is igénybe veszi a zárt kerti övezetben szabadidős tevékenységre, sétálásra, futásra és kerékpározásra. A beruházás szerencsen a 032 a 4638 és a 4286/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő külterületi mezőgazdasági utakat érintette. Fontos, hogy azok az utak, ahol a mezőgazdasági gépjárművek felvonulnak, vagy maguk az emberek felvonulnak, vagy ennek az útnak van egy másodlagos, harmadlagos szerepe is, hiszen én magam is azt hiszem két hete sétáltam itt a feleségemmel végig. Ezen az úton el lehet jutni gyakorlatilag a bánya mellett, vissza lehet jutni a Késmárk utcáig. Gyakorlatilag én ezt megismertem, 7-8 kilométeres kört lehet itt megtenni. Vannak is olyanok, akik nem restelnek itt futni, sétálni. Ezt a mezőgazdasági területet, ahol szerencséjeknek, ondiaknak szőlője van, ennek a könnyebb megközelítése, mezőgazdasági vállalkozásoknak a segítése, a könnyebb közlekedésben ezért vállalt a Szerencsváros önkormányzata, hogy pályázik erre az útra, nyert, és immáron jelentem, hogy el is készült. Az útfelújítás tavaly májusban indult és december végére befejeződött. A 032 helyrajzi számú út 770 méter hosszúságú szakaszán egy 3,5 méter széles két oldalt 50-50 cm patkával ellátott, stabilizált alapszerkezetű, teherbíró, egyenletes felületű, zúzott köves burkolatú közlekedési pályát alakítottak ki. A pályázat csak ezt engedte, tehát nem volt választási lehetőség, de egy külterületi útra én úgy gondolom tökéletesen megfelel. Ezzel a személygépkocsival ugyanúgy el lehet menni, mint a nagyobb termetű traktorokkal, gépjárművekkel. Ez semmit nem fog befolyásolni a használhatóságban. Talán abból a szempontból, hogy a fiatalok, akik esetleg túl hevesen vezetik a gépjárművüket, motorukat, autókat, talán egy kicsit lassabban fognak tudni közlekedni, mert hát itt azt a végsebességet mégsem lehet elérni egy ilyen zúzott kővel burkolt úton, mint egy aszfaltos úton. Tehát ebből a szempontból még jó is, hogy nyugodtabb lesz a közlekedés. Az egymáshoz csatlakozó 4638 és 4286/2 helyrajzi számú utak 497 méter hosszúságú szakaszán egy 3 méter széles két oldalt 50-50 cm-rel ellátott patkával egyenletes felületű zúzott köves burkolatú közlekedési pályát építettek ki. Szerencsére
Ferencváros önkormányzatának tervei szerint a pénzügyi helyzetet elemezve a programot a későbbiekben az Ondi úti kanyartól a Berkec tető felé vezető most felújított útszakaszokat követően a Bánya mellett a Késmárk utca irányába, illetve Ond felé a Monoki útig folytathatják. A rendezvény tilalom miatt idén online formában rövid műsorral emlékeztek meg Szerencsen a Magyar Kultúra Napjáról január 20-án. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai Kazsik Marianna, Bodnár Edit Ágota és Eperjesi Ildikó versekkel készültek az alkalomra. Karádi István megzenésített verseket adott elő. Az ünnepi gondolatokat Nyíri Tibor polgármestertől hallhattuk. A rendezvény tilalom miatt idén online formában rövid műsorral emlékeztek meg Szerencsen a Kultúra Napjáról január 20-án. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai Kazsik Marianna, Bodnár Edit Ágota és Eperjesi Ildikó versekkel készültek az alkalomra. Karádi István szépen megzenésített verseket adott elő. Mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Kazsik Marianna könyvtáros üdvözölte a képernyő mögött helyet foglaló nézőket, majd megemlékezett a Magyar Kultúra Napjáról. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmár Csekén a himnuszt. Ezután Nyíri Tibor a város polgármestere mondta el ünnepi gondolatait a kultúra ápolásának fontosságáról. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Kultúra Napján. Fontos kihangsúlyozni, hogy a magyar kultúra, magát a kultúra szót is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Mi is az a kultúra? Ez egy tág fogalom, de úgy gondolom, ha az én szemszögemből kellene megfogalmazni, akkor az a tényező, amely összetart egy nemzetet, összetart egy országot, összetarthat egy várost, összetarthat egy kisebb közösséget. Sok mindennek van kultúrája. A sportnak, az építkezésnek, a beszédnek, a kommunikációnak, de mi a kultúra alatt általában a magas kultúrát szoktuk érteni. Magas kultúra alatt értem a népzenét, a néphagyományokat, a népszokásokat, a néptáncot. Azokat a cselekedeteket, amelyet a korábbi nemzedékek, nem csak egy-két nemzedék, hanem 5-10, akár 1-200 nemzedék is megőrzött, és nemzedékről nemzedékre, gyermekein keresztül, családján keresztül, kisebb és nagyobb közösségén keresztül továbbadott. Ma már bebizonyított tény, hogy aki a kultúráját ápolja, az valamivel több, mint az, aki a saját kultúrájával, a magyar kultúrával nem törődik. Ez az a belső hajtóerő, amely az embereket arra ösztönzi, hogy mondjuk el a gyerekeknek, hogy milyen volt a mi gyermekkorunk, és a gyermekkorunkban milyen közösségi szokásaink voltak. Nagyon csodálatos dolog, hogy ma az iskolákban ezekre a dolgokra nevelik a gyermekeket. Bizonyított tény, hogy aki néptáncol, az 15-20%-kal nagyobb teljesítményre képes az életnek bármelyik területén. Bizonyított tény, hogy egy 5 éves gyerek az agynak a energiája, a felvett energiának az 50%-át használja. Ezért nagyon fontos az, hogy erre tudatosan törekedjen egy nemzet, egy ország, és valósuljon meg a másik területen a kultúrának az ápolása, a családok, a kisközösségek, a spontán szerveződő közösségek területén. Iskolában erre neveljük a gyerekeket, hiszen akkor még nagyon fogékonyak, de ha a család nem áll mögötte a kultúra átadásának, akkor én úgy gondolom, hogy ez a hatásfok, amivel a kultúra nemzedékről nemzedékre továbbadódik. És egy belső mozgósító erő, Kodály Zoltán úgy fogalmazott, hogy a tudatalatti magyarság a kultúra, és ez a magyar kultúra, ez olyan valami, ami unikum az egész világon.
hiszen tudjuk, Magyarország az az ország, amely saját maga nemzetével, a magyarsággal határos, és az a sokféleség, ami Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken megnyilvánul, nézzük csak a néptáncot vagy a népdalokat, az valami fantasztikus dolog, és sokszínűvé teszi, és hát remélem, hogy minden magyar ember, vagy minden szerencsi, amikor nézi ezeket a csodálatos produkciókat, akkor 2 centivel magasabban jár, hiszen ez egy büszkeség. Mindig el szoktam ilyenkor mondani az Európár találkozót, amikor kiállnak a testvérvárosainkból érkező, akik Nyugat-Európából jönnek, és országokat nem mondok, elveszett kultúrájuk van, multikulturalizmus, angol dalokat szoktak énekelni, és hagyd ne mondjam, hogy micsodát, nem nemzeti sajátosságot. A nemzeti sajátosság az mozgósít, az az embert nem csak hogy büszkévé teszi, hanem egy belső hajtóerőt ad, hogy tegyél a közösségért valamit, tegyél a családodért vagy valamit, tegyél a magyarságodért valamit. Számomra ez a kultúra, és ilyenkor a kultúra napján, ugye, amit néhány évtizede ünneplünk nagyon helyesen, célszerű így évelején ezt számba venni, és megtervezni, hogy a kultúra területén mindazok, akik ezzel foglalkoznak, mindazok, akiknek ez a kötelessége, óvónéni, pedagógus, kulturális centrumban dolgozó, hivatásos emberek, azok átgondolják, és átgondoltan irányítsák az utód nemzedéket és a felnőtt nemzedéket, és szervezzenek olyan eseményeket, amely hozzájárul a kultúra állapot megtartásához és a magyar kultúrának a fenntartásához. Kívánom a városunknak, imént néhány perccel ezelőtt beszélgettünk a Csokoládé Fesztiválról. A Csokoládé Fesztivál is egy olyan kulturális összetartó erő, ami a helyieket közösségé kovácsolja, és éppen ezért sem egyel több indok arra, hogy mihelyst ezt valamilyen formában meg lehet szervezni, akkor megtegyük. Akiknek ez a dolga, politikusoknak, városvezetőknek, és akiknek ez a szakmája és a foglalkozása, azoknak kutya kötelesség, hogy ápolja a kultúrát, és reményeink szerint az egyszerű emberek, a családok spontán önmaguktól fognak csatlakozni, hiszen a Csokoládé Fesztiválra nem kell reklámozni, hanem a gyermekek saját maguktól hazajöttek már az utóbbi időbe, hogy együtt legyen a család, együtt legyen a kisebb és a nagyobb közösség. Kívánom szerencsieknek, magyaroknak, hogy ezt a sokszínű és sokértékű és kovászt adó erőt meg tudjuk őrizni, és tovább tudjuk adni, amit kaptunk az előd nemzedékektől, tovább tudjuk adni a gyermekeinknek, hiszen őket ez is ide fogja kötni, vagy ez fogja ide kötni, amiért érdemes hazajönni. Köszönöm szépen! Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget? A kemény fagyok beállta után a szerencsi hűtőtavon elkezdett hízni a jég, így január 19-én délutántól késő estig érkeztek a helyi gyerekek és a szülők egy kis téli kikapcsolódásra. Amíg a kicsik és a fiatalok korcsolyát húztak, addig a szülők folyamatosan takarították a befagyott tavat, hogy biztonságosan suhanhassanak rajta gyermekeik. 2021-ben az év eleje kedvezett a téli sportokat kedvelőknek, hiszen januárban esett néhány centiméter hó. A napokban a komoly éjszakai és nappali fagyok hatására folyamatosan elkezdett hízni a jég, így alkalmas lett a szerencsi hűtőtó a korcsolyázásra. Rábainé Vég Anett önkormányzati képviselő, úszás és gyógyúszás oktató 10 évvel ezelőtt a Szerencsváros Sport Egyesület úszó szakosztályába járó gyerekeket a téli időben korcsolyázni is megtanította. Egy évtizede létrehozott a közösségi oldalon egy korcsolyás csoportot, amihez bárki csatlakozhatott. Azóta a szerencsiek a tél beköszöntével folyamatosan figyelik ezt a csoportot, ahol Rábainé Víg Anett folyamatosan friss információkkal látja el a mozogni vágyókat.
Minél többen vagyunk, annál jobb, annál nagyobb élmény a gyerekeknek, és utána én először az úszószakosztályos gyerekekkel kezdtem el, és mindig csapottak hozzánk, és elkezdtem a korcsolyoktatást is így a gyerekeknek, és egyre többen jöttek. Nyáron ez kialakult, hogy már görkorcsolyázni is vittem a gyerekeket, és most pedig befogyott a hűtőtó, szintén mindig várták, hogy írták, hogy hány centi a jég, lehet-e már korizni. Úgyhogy türelmetlenek voltak az emberek, de ugye meg kell várni ezt a bizonyos jégvastagságot, hogy biztonsággal tudjunk korizni. És most például ugye hétköznap van, tudjuk, hogy ezen a héten úgy néz ki, ez a két nap adatik meg, hogy korcsolyázzunk, de utána remélhetőleg még lesz a télen alkalmunk rá. Tavaly volt egy olyan jó összefogás, hogy csak kiírtam, hogy kettőkor jövünk, ki mit hoz, bármit terült a rasszalkán, és egy alapítványon teát biztosított, a cukrászdák jöttek, pogácsát hoztak, a szülők hoztak csokoládét, sütöttek süteményt, tehát olyan jó hangulat kerekedett, és ezt is szerettük volna most az idén, de ugye nem lehet szervezkedni, mindenki magánba lőn. Az önkormányzati képviselő kihangsúlyozta azt, hogy soha nem késő elkezdeni mozogni. A december közepén elkészült e-rekordtán pálya a város szívében jó lehetőséget ad arra, hogy egészségesebb életmódot éljünk. Gyaloglás, kocogás, futás, az mindegy, csak használjuk a város adta sportolási lehetőségeket. El kell kezdeni mozogni. Valakit pont az motivált, hogy kicsit lustább volt, otthon volt, nem volt partner abba, hogy valaki mozogjon. És élő példa most nagyon jó, hogy megépült ugye szerencsén is az első rekordtán futókör. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez itt teljesített, hiszen nagyobb városokban nem épült még ilyen. És most is, hogy jártunk ki futni, és olyan élmény volt, hogy idős házaspárok edzőcipőt húztak, és sétáltak, és akkor csodálkoztak, hogy, vagy illetve mondták ők is, hogy ők eddig nem nagyon mozogtak, de az, hogy itt sétálnak, itt jönnek, itt futnak, ösztönzik, és akkor mondtam, hogy nagyon jók vagytok, gyerünk, hajrá tovább, és mondják, hogy na ezért vagyunk itt, mert elnéződünk, és észre se veszik, hogy 5-6 kilométereket, és idősek legyalogolnak, és átveszik a csizmát, edzőcipő, és kocognak. Akik szeretnének egy jó közösség tagjai lenni, csatlakozzanak a Mozdulj Szerencs, a Szerencs korcsolyázás csoportokhoz, ahol segítséget és új ötleteket kaphatnak a sportoláshoz. A csoport még folyamatosan változik, azonban a szervezőknek vannak még ötleteik, amelyeket bárki bővíthet egy javaslattal a csoport bejegyzéseinél. Mozdulj és sportolj Szerencs! Kolcsár Anita, szerencsés származású, világhírű kézilabdázóra emlékeztek január 22-én a Szerencsi Kolcsár Anita sportcsarnokban. A világjárvány miatt a megszokottól eltérően ez alkalommal szűk körben hajtottak fejet az egykori beállós kézilabdázó teljesítménye előtt. Szerencsváros önkormányzata nevében Nyíri Tibor polgármester és Szabó István alpolgármester helyeztek el koszorút a sportoló fotója mellett. Kolcsár Anita, városunk szülöttje, világhírű kézilabda beállós volt, aki 16 éve tragikus hirtelenséggel életét vesztette egy autóbalesetben. Anita emlékét megőrizzük Szerencsen. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!